Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A mindenható Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, annak is a 6. fejezetéből az első 18 verset. Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van, a te atyád pedig látja, amit titokban teszel, és megjutalmaz téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédeségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, te ismered a mi szíveinket, a mi szíveink titkolt szándékait, amik meghúzódnak a mindennapi cselekedeteink mögött, a vallásos életgyakorlatunk mögött is. Te vagy az, aki tudod a miérteket, aki belelátsz a mi rejtett motivációink világába is. Sőt, te vagy az, aki még magunknál is jobban ismersz minket. Könyörgünk, hogy szent lelkeddel nyisd meg a mi szíveinket, hogy a gondolatunk meghódoljon te előtted, te lelked előtt, a te igéd előtt. Kérünk, hogy csendesíts is elménket, hogy te rád figyeljünk, és kérünk, hogy tedd az igéd bennünk életté. Kérünk, hogy ajándékozz meg minket hűséges, szent élettel, amelyik a te akaratodat cselekszi. Urunk, köszönjük, hogy foglalkozol velünk, annak ellenére, hogy bűnös és arra méltatlanok vagyunk. Köszönjük, hogy azt ígéred, ha a te nevedbe jövünk össze, jelen vagy. Így kérünk, légy most jelen, és cselekedj bennünk hatalmad és kegyelmed szerint. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük így fennállva maradva a 171. dicséretet,
A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Az igét, melynek üzenetét az Isten lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom ma köztetek. Olvasom a már felolvasott igeszakaszból, Máté evangéliumából, a 6. fejezetből az első verset. Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves igehallgatók, kedves gyülekezet! Az ünnepi hetek elmúltával, ugye először konfirmáció, utána pünkösd, aztán a tanévzáró istentisztelet. Most visszatérünk a normális kerékvágásba, vagyis visszatérünk a hegyi beszéd igéinek az olvasásához, ige magyarázatához, az Istentől kapott üzeneteknek a befogadásához a hegyi beszédből. És egy új, nagyobb szakasz kezdődik, ezt, ha úgy tetszik, nevezhetjük a kegyességi szakasznak. Három nagyobb dologról beszél itt Jézus, amik a kegyességet meghatározzák. Az egyik dolog az adakozás, tehát érdekes módon az Istennek odaadott, odaszentelt pénz, lehet, hogy nem arra gondoltunk, hogy a kegyesség egyik ilyen nagyobb pillére a pénzkérdés, de igen, az adakozás az egyik, a másik az imádság, és a harmadik pedig a böjtölés. Ugye ez azért lesz különösen érdekes, mert a pénz az egy picit tabu téma, szószékről talán még inkább az szokott lenni, ami nyilván a nagy hatását és befolyását jelenti rajtunk, a gondolkodásunkon és az életünkön. A harmadik pedig azért izgalmas a böjt, mert arra a jó reformátusok azt szokták mondani, hogy hát a katolikusok böjtölnek, mi reformátusok szabadok vagyunk ettől. De az ige azért arra biztatná a református testvéreket, minket is, hogy böjtöljünk, és ezt jól tegyük, Istennek tetsző módon. Tehát ezeket meg fogjuk majd nézni a elkövetkezendő vasárnapokon, heteken. Most pedig bevezetésképpen ez az ige, hogy a kegyességünket ne az emberek előtt gyakoroljuk, azért, hogy ők azt lássák. És egy nagyon különleges ige ez, mert hogyha visszaemlékszünk arra, ami az 5. fejezetben megfogalmazott, hogy úgy cselekedjük a jót, hogy az emberek azt lássák, és azért dicsőítsék a mi mennyei atyánkat, akkor azt mondjuk, hogy akkor hogy is van ez? Az előbb azt mondtuk, hogy a hívő és tanítvány ember élete az legyen só és világosság, legyen látható, legyen hegyen épült város, amelyik eligazodási pont, és akkor most pedig a 6. fejezet azzal indít, hogy a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok. És akkor az ember felteszi a kérdést, akkor hogy van ez, hogyan kell ezt jól értelmeznünk? És természetesen itt is a helyes különbségtétel fog nekünk segíteni, hogy melyik mire vonatkozik, mert ez egy látszat ellentét. A kereszténységet nagyon sokszor és sokan sokféleképpen magánügyé akarták már tenni. Hogy a hitkérdés és a vallási kérdés az magánügy. Annak nincs helye a közszférában, annak nincs helye a világban, hanem azt hagyjuk ott, az nem érve és nem számít. Magánügy. És ezt az igét nézve mondhatnánk, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, magánügy. De hamis értelmezés ez. Ha
Csak visszagondolunk arra, amit itt a kereszteléskor felolvastunk igét, és hallottátok, hogy mit mondott az ige. Azt mondta a missziói parancs, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. A kereszténység üzenete mindenkinek szól. Sosem volt magánügy. Mindenkinek szól, az egész lakott földre szól, az emberiségnek szól, hogy halljanak arról, hogy Jézus Krisztus emberré lett, a Golgota keresztjén odaáldozta az életét, hogy feltámadott, hogy a mennybe ment, és hogy egyedül az ő nevében van az ember számára üdvösség, hitáltal, és hogy Jézus Krisztus az a megváltó és az a szabadító, az az Isten, aki győztes Úr, és vissza fog jönni, és megítéli ezt a világot, és ő fogja elhozni ennek a világnak a végét is, hogy ezt az üzenetet eljuttassuk mindenkinek. Ez nem magánügy. Ez a kereszténység feladata, hogy ez az üzenet elérjen minden emberhez. Ugyanúgy szintén nem magánügy a kereszténységről beszélni, vagy annak a következményei. Hiszen lehet-e úgy kereszténynek lenni, hogy itt belül úgy gondolom, de nem kell róla beszélnem, de nem kell róla beszélned ahhoz, hogy látszódjon. Mert ha keresztény vagy, az át fogja hatni a gondolkodásodat, az értékrendedet és a viszonyulásodat is ahhoz a társadalomhoz, ahhoz a kultúrához, amiben élsz. Meg fogja határozni, hogy mit cselekszel és mit nem. Meg fogja határozni, hogy mit tartasz helyesnek és mit nem. Meg fogja határozni a véleményedet jóról és rosszról, tisztáról és tisztátalanról, szentről és profánról, igazságosságról és hamisságról, erkölcsről, etikáról. Vagyis amikor az ember azt mondja magáról, keresztény vagyok, az azt is jelenti, hogy ez meg fog látszódni a véleményemben, ahogy másokkal beszélgetek, amiről beszélgetek velük, ahogyan gondolkodom arról, ami történik körülöttünk. Vagyis nem tudsz úgy keresztény lenni, hogy a közügyekről ne keresztény véleményed legyen. Mit gondolunk például nevelésről, mit gondolunk szexualitásról, mit gondolunk hazugságról, mit gondolunk politikáról, mit gondolunk mindennel, ami körülvesz minket. Ezek nem történhetnek kereszténységmentesen, ha mi keresztény emberek vagyunk. Az nem működik, hogy az ember a templomban keresztény, de a hétköznapok többi részében pedig nem. Szokták nekem azt mondani, hogy keresztény vagyok, de nem gyakorlom a vallásomat, és ezt nem értem. Én ezt nem értem, hogy azt hogy lehet. Hogy tudja az ember nem gyakorolni a vallását? A keresztény, ez azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozom, ő az életem ura, és őt követem. A kereszténység az nem a templomba járást jelenti, hanem azt, hogy az életem igazodik az Istenhez, igazodni akar, hogy a Szent Lelke vezet engem, hogy én vele kapcsolatban vagyok. Éppen ezért a kereszténység megint csak természetéből fakadóan nem lehet magánügy, mert amint részt veszünk valamiben, ami a társadalomban zajlik, azonnal megjelenik a keresztény vélemény és álláspont, és meg is kell, hogy jelenjen. Ez az ige tehát semmiképpen sem jelenti azt, hogy a kereszténység magánügy. Viszont akkor mit jelent? Azt, hogy a kereszténységnek van magánszférája. Van olyan része, ami a személyes kapcsolatból fakad, ott történik és ott zajlik le. Azt mondja Jézus Krisztus ezeken az igéken keresztül, hogy ha valamit teszel, azt ne az emberek véleménye miatt tedd, azt ne a magad dicsőségére tedd, hanem az Istennel való személyes kapcsolatod gyümölcseként és abból fakadóan tedd. Azt mondja, hogy az a kegyesség, amelyik embereket akar lenyűgözni, amelyik emberekre néz, vagy emberek véleményétől függ, az céltévesztő kegyesség lesz. Ezért mondja, vigyázzatok, hogy ne ilyen legyen a kegyességetek. Helyette megjelenik az Isten, aki titkon van, ami azt jelenti ezekben az igesorokban, hogy azt látja és ismeri, ami titokban van.
És tudjátok, hogy a cselekedet mögött milyen lélek és szív van, azt mi nagyon sokszor nem látjuk. Hogy egy ember döntései mögött milyen motivációk vannak, milyen szív, szándék van, azt mi sokszor nem tudjuk. De az Isten tudja. Mert az Isten látja és ismeri azt, ami titkon történik. Nem azért van titkon az Isten, mert hogy ne jelentené ki magát, hanem azt jelenti ezekben az igékben, hogy azt is látja és ismeri, ami titokban történik. És különösen fontos és hangsúlyos ez. Mert tudjátok, nagyon sok titka van a mi szíveinknek. Nagyon sok dolog van rejtve más emberek szeme elől. És Isten a szíveket vizsgálja. Nem azt vizsgálja, hogy az emberek előtt mit tettünk és mit nem tettünk meg, hanem hogy milyen szívvel és ki miatt tettük azt, amit tettünk. Ismeri a lelkünket, ismeri a vallásos életünk motivációit, és mindent tud rólunk. És azt mondja Jézus, hogy a kegyességed, az adakozásod, a böjtöd és az imádságod az Istennek szól. Az Istennek szóló kegyesség. Azért teszem, mert hálás vagyok Istennek, azért teszem, mert beszélni akarok Istennel, mert imádom őt, azért teszem, mert csak rá akarok figyelni. Azt jelenti, hogy a keresztény ember életében van belső szoba, ahol a titkon levő Istennel én is titkon vagyok, ahol a szívemet feltárom előtte, ahol a bűneimet elismerem, beismerem, megvallom, ahol az ő személyét hallgatni akarom, ahol ő vele akarok találkozni. De testvérek, van-e ilyen belső szobátok? Ha az életetekre néztek, a beosztásotokra néztek, a napi teendőitekre néztek, mi spóroltok? Olyan sokszor találkozom azzal, hogy egyetemisták mondják, hogy vizsgaidőszak van, ilyenkor nem jövünk bibliaórára. És azon gondolkodom, hogy igen, ez az első konklúzió, hogy ha nehezebb az élet valamire, akkor az Istennel töltött időn spórolok. Hát az hova fog vezetni? Hogy az Istennel töltött időn lehet spórolni? Hogy lesz keresztény élet abból, ami nem az Istentől kapottan jön és alakul ki? Az Istennel való közösségben, az Istennel való személyes kapcsolatban. Hív ma minket az Isten arra, hogy keressük vele a személyes találkozás idejét. Hív minket ma az Isten arra, hogy toljunk félre világi, földi dolgokat, feladatokat, amik megvárnak, feladatokat, amiket ráérnek, csak mi hisszük, hogy nem, és mondjuk azt, hogy Istennel leszek. Napi fél órát, napi egy órát, napi másfelet, napi kettőt, nem tudom, meddig merjek elmenni. Meddig merünk elmenni. Hogy azt mondjuk, az Istennel való személyes időm, az mindig megtérül. Az mindig jobb, és mindig szükséges. És nincs, és nem is kell helyette más. És nem is tudja pótolni azt semmi. És ha azt nem teszem, biztos, hogy szegényebb vagyok vele. Ha azon spórolok, biztos, hogy a kárát látom. Így gondolunk erre? Édesapám sokszor könnyes szemekkel mondja ezen a szószéken, vagy mondta ezen a szószéken, hogy a trónus előtt voltam, a győztes Krisztus lábainál. Az ez a rejtett szoba. A te személyes kapcsolatod ővel, ami csak a tied meg az övé. Ahol a lelked tudja, hogy Istenem van, és Istené vagyok. Ahol a lelked megéli és átéli, hogy a Szentlélek vigasztaló. Ahol az ember megéli és átéli, hogy Isten beszéde igaz, jó és gyönyörködtet. Így beszél egyszer a Zsoltáros, hogy éjjel és nappal gyönyörködöm a te törvényedben. A keresztény ember élete, hite, döntései
ott változnak meg. Az Istennel kettesbe töltött időn nem lehet spórolni. Arra hív minket ma az Úr, hogy a mi igaz kegyességünket ő előtte és ő nála keressük. Hogy a mi hitgyakorlatunkat ő előtte és ő nála keressük. Hogy mit kezdünk a pénzünkkel, hogy hogyan és mennyit imádkozunk, hogy böjtölünk-e vagy nem. Ő előtte keressük és értsük meg, hogy hogyan kell ezeket tenni. Hogy milyen az a szent élet, amit Isten szent lelke hat át. Ahol titkon, a mi elrejtett dolgainkkal is szembenézünk az ő jelenlétében, ahol elrejtve vagyunk mások elől az Istennek. Kérlek titeket arra, hogy gondoljátok végig, hogy mennyi időt szántok erre, és aztán gondoljátok újra. Kérlek titeket arra, hogy az Istennel való személyes közösség az első dolog legyen az életetekben. Abból és csak is abból lesz olyan kegyesség és olyan szent élet, ami nem emberek véleményétől függ, és ami nem magának gyűjt dicsőséget, hanem az Isten dicsőíti meg. Egyedül abból lesz olyan adakozás, ami nem azt eredményezi, hogy én milyen gavallér voltam, mennyi pénzt oda tettem, ami méregeti a másikat, hogy vajon ő fizetett tizedet, vagy nem. Mert Istennek szól, mert neki vagyok hálás, neki adom a pénzemet, ő rendelkezik fele. Abból lesz olyan imádság, ami nem önmagunk körül forog, hanem közben járás, hanem Isten dicsőíti, hanem ő előtte hódol meg, amelyik Isten dolgaiban, Isten jelenlétében megváltozott szívet eredményez, és őnála lesz olyan böjt, olyan lemondás, olyan önmegtagadás, ami nem a magunk haszna vagy a magunk érdeme, hanem az Istenre figyelés eszköze. Munkálkodjon bennünk az Isten, és újítsa meg a mi hitéletünket, kegyességünket, úgy, hogy az titkos legyen, de még szentebb, és még tisztább, és még gyümölcsözőbb életet eredményezzen, kizárólag az ő dicsőségére. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy a Te igéd szívig hatol. Köszönjük, hogy a Te igéd megítéli azt is, amit bennünk talál. És köszönjük azt is, hogy bűnös és méltatlan voltunk ellenére, mégis azt hirdetett felettünk, hogy szabadítót küldtél, hogy hitáltal van üdvösség Jézus Krisztustól, hogy van hatalmad az életünk felett korlátlanul. Köszönjük a Te meghirdetett kegyelmedet, add, hogy ez milyen kis személyes legyen, és kérlek azért, hogy vonj minket magadhoz, hogy aki itt van, mindenki átélhesse, hogy a Te jelenlétedben jó lenni, hogy a veled való közösségen nem érdemes, nem szabad spórolni. Kérünk azért, hogy elevenítsd meg gyülekezetünket, elevenítsd meg az életünket a veled való közösség szentsége és ereje által. Így kérünk, ne hagyj minket tőled távol maradni, így kérünk, ne hagyj minket, hogy azt tegyük, ami előtted nem kedves, így kérünk, hogy ne hagyj minket a világ folyása szerint rohanni, és beletörődni abba, ami nincs jól. Így kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel, mint népedet, tisztíts meg minket magadnak.
és kérünk, könyörülj, hogy legyünk jó gyümölcsöt termő, engedelmes néped. Ez a magunk erejéből nekünk egyáltalán nem megy. Ezért kérjük szent lelkeddel, munkálkodj bennünk hatalmad és irgalmasságod szerint. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyekben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az igehirdetésre felelve énekeljük a 398. dicséret első versét. Ez így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Isten tiszteletünk zárására készülve a már megkezdett énekünk második, harmadik és negyedik versszakát énekeljük, majd fennállva nemzetünkért imádkozzunk himnuszunk éneklésével, végül pedig fogadjuk Istenünk áldását. Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.